Testületülés és tartott május 28-án a képviselőtestület. Vecsés aktuális híreit Szlahó Csaba polgármester foglalja össze. A májusi testületülésen, képviselőtestületülésen két álláshely támogatását is hát felvállalta a testület, ugyanis két nemzetiségi óvoda kérésére, a falusi, illetve a Mosolyország óvoda kérésére egy kezdő német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógust felvettünk, a státusz helyett a falusi óvodába biztosítottuk, 3 napot ott fog dolgozni, és 2 napot pedig a Mosolyország óvodába. Addig, amíg egy idősebb kolléganő nem megy nyugdíjba, addig nem szerettük volna elveszíteni, nagyon megkedvelték a gyakorlati ideje alatt ezt a hölgyet, az óvodapedagógust, és szakképzés, és az ilyenekre nagy szükség van. Szeretik a gyerekek, szeretik a közösség, és akkor nem akarták elengedni, és végülis a testület így támogatta ezt az álláshelykéremet, annál is inkább, ugyanis a feladat is bőven van, és gyakorlatilag így a két óvodán egyszerre is tudunk segíteni. A másik álláshely az pedig a Bálint Ágnes Kulturális Központot érinti. Az igazgató úr többször jelezte, hogy a pénzügyön komoly nehézségek vannak, hiszen ugyanaz a félállású pénz ügyese van, aki a kisebb régi József Attila művelődési házban is ezt a szerepkört, ezt a munkakört betöltötte, és bizony a költségvetés az már jóval nagyobb. A sok rendezvény miatt, az egyéb megnövekedett feladatok miatt 3-szoros a költségvetés, hát gyakorlatilag ezt kezelni kell tudni, ezért egy pénzügyes státuszt biztosítottunk. Egyszerűen sosem gyártottunk fölösleges státuszokat, most is az élet, illetve a munkakörülmények és az igények diktálták, hogy jobb legyen a feladatellátás, és gördülékenyebben menjenek ezek a dolgok, ezért vállalta a testület. Én azt gondolom, hogy jó döntéseket hoztunk. Pályázatokról is beszélhetünk ezúttal. Így igaz. Két kisebb volumenű pályázatról tudok beszámolni, mind a kettőt a belügyminisztériumhoz adtuk be. Mind a kettő összvolumene 30 millió forint, és 50%-os támogatást lehet rá szerezni, tehát maximum 15 millió forintot, de 20 millió forintos pályázatot adunk, akkor csak 50%-os önrészt nyerünk, tehát akkor csak 10 millió. De azért igyekeztünk kihasználni a maximumot. Egyrészt a központi konyha esetében egy komolyabb felújításra pályáztunk be, itt a belső eszközöket is érinti, illetve a nyilászárókat, és próbáljuk az energetikai kérdést itt előtérbe helyezni, hogy a megtakarítás hosszú távon ezt a beruházást még az önrészt is visszahozhassa, valamint a települések feladatellátásainak körében egy másik pályázaton pedig út építését, felújítását vállalja a testület, vállalná, hogyha nyernénk. A Város utcát adtuk be, gyakorlatilag ennek a szélesítését, patkával, szegéllyel való ellátását, gyakorlatilag ez is majdnem egy 25 millió forintos pályázat, összvolumén tekintve, és ennek a felét kell az önkormányzatnak biztosítani. Egyébként ezeknek a pályázatoknak a fedezetét, ezt mindig nekünk fel kell tudni mutatni, tehát erről határozatot kell hozni, és ezt el kell különíteni a költségvetésbe. Úgyhogy ezeket a pályázatokat beadtuk, aztán meglátjuk, hogy milyen eredménnyel. Azt azért el kell, hogy mondjam, a belügyminisztérium általában a Vecsés, mint nagyobb települési önkormányzat ritkán szokott nyerni, azért most bízom benne, hogy valamelyik pályázatunk sikeresen befut. A repülőtér környéki települések gazdaságfejlesztési céljairól is szó esett, itt egy nagyobb összefogásról beszélhetünk. Így igaz. Gyakorlatilag a BSZRT, tehát a Budapest Nemzetközi ZRT menedzsmentje rendszeresen tart tájékoztató jelleggel gyűléseket, konzultációs üléseket, és itt a legutóbbi konzultációs testületi ülésen ők vetették fel, és a 18. kerülettel Vecsés ezt támogatta, hogy a reptér és környezetének gazdaságfejlesztését ne hagyjuk elaludni, ezt a tüzet. Ugye korábban egy közös pályázattal már elindítottuk ennek a területnek a feltárását, legalább a tervés elméleti szinten, és most a 18. kerületi polgármester úr javaslatára egy olyan klasztert hoznánk létre, amelyben szerepet kap a főváros,
mint a fővárosi önkormányzat, a 18. kerületi önkormányzat, Pest megye, Vecsés, valamint a reptér, tehát a BSZ-ért, illetve a Hungarokontroll. És természetesen gazdasági szereplők belépését is várjuk. Azért választották ezt a formát, ezt a klasztert az együttműködés formájául, mert hogy ezt nyugaton nagyon támogatják, és nagyon nyitott, főleg a vállalkozások irányába, illetve a civil szféra irányába, és hát, hogyha onnan is tudunk támogatásokat, befektetőket szerezni. Úgyhogy gyakorlatilag ez még nem valósult meg, de a testület döntött arról, hogy beléphetünk ebbe a klaszterbe, illetve hogy képviselhetem Vecsést a tárgyalásokon.